Három meccsen csak egy, kettőn viszont hét gól született a megyei első osztály 11. fordulójában. A Vásárosnami Nyírgyulaj és a Baktoló a Kisvárda kettő mérkőzés egyaránt 1 0 hazai sikerrel zárult, a Tiszakanyár pedig Ibrányból vitte a három pontot egy találattal. A Csenger Máté Szalkány győzött hat -e ide, a Balkány pedig a Tiszavasvárit verte 4-3-ra. A fehér gyarmat négy óra múlta a felül a nagyhalászt, a mándok nyert 5 re A nagy eset a tarpát fogadta, és Ádámszki Róbert együttese 3 1 es győzelemnek örülhetett a mérkőzés végén. Úgy gondolom, egy közönség mérkőzés volt. Az első 25 percet leszámítva volt, jobbak voltak a vendégek. Onnantól kezdve úgy gondolom, hogy nagyon jó játékkal is magabiztos győzelmet arattunk. A megyei első osztály tabelláját a 24 pontos Ibrahim vezeti, megelőzve a 23 pontos Nagyecsedet és a 22 pontos Tiszakanyárt. A Nagyecsed a következő fordulóban az utolsó előtti Tiszavasvári otthonában lép pályára. Nem gondolom, hogy könnyű mérkőzés lenne, annál is inkább, mivel most meg kell adni azoknak a játékosoknak is a lehetőséget, akik eddig nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, és itt van a lehetőség nekik is, hogy bizonyítsák, hogy helyük van a csapatban. A 12. forduló további párosítása a következő Vásárosnamény Ibrány, Nyírgyulaj Máté Szalka, Tarpa Fehérgyarmat, Kisvárda 2 Tiszakanyár, Csenger Gyulaháza, Mándok Balkány és Nagyhalász Baktaló